Szeptember utolsó napjai nem hoztak felhőtlen meleg időt, de a 25. Bábolnai Kukorica Fesztivál programjait szerencsére komolyabb eső nem zavarta meg. Péntek este két nagy koncert, szombaton pedig gyermekprogramok és sztárfellépők szórakoztatták a közönséget. Híreket víznek, üzenetet várnak, a baglyók elalúznak, ha eljön a reggel, kakas kukorékol, hogyha a nap felkel. Árva szívem, annyira fáj, éget a vált, most el szétszivatott, őriz engem ezen a világon, fényes utakon, engedj szabadon járnom. Szabadon Idén is neked és kollégáidnak jutott az a megtisztelő nemes feladat, hogy a Kukorica Fesztivál programját összeállítsátok, illetve hát megszervezzétek azokat a programokat, amelyeket aztán itt láthatott a közönség. Talán, ha jól láttam, akkor idén volt azért a legnehezebb feladatotok, hiszen újra tervezés volt. Sajnos ugye bejött az esős idő, ezzel nem tudtunk mit tenni, és amit máskor hónapokig szervezünk, most igazából mondhatni, hogy volt rá másfél napunk, hogy az egészet újra tervezzük. A legtöbb fellépőnek szerencsére jó volt az időpont, talán azért is, hogy ugye most már megyünk bele az őszbe, kevesebb fellépésük van, de azért így is akadt, aki nem tudta elvállalni, vagy nem olyan feltételekkel, nem abban az időpontban. Számunkra is meglepő volt ez, hogy ehhez képest azért nagyon sokaknak jó volt ez a két hét, nem számítottuk rá, hogy ilyen hamar, ilyen rövid idővel át tudjuk rakni őket. Ja, mesztelen, fürdünk, az lesz csak a bulia. Fejsegem rám világít majd a kóra. A cititek is átmocsult a reflektorra. Szörös a lábad, az a éneke. Minden szép és mindenki csak delkár éneke. Egy pirő sárnyira, mi szóval is korozáli. Azt hittem, hogy megúszom, de megint megyek. Hány pirő? Tudjátok, az elején beszéltem a nyárról, a 2021-es... Pénteki napra két nagy koncertet is szerveztetek, hiszen itt volt a Republik, ami egy közismert népszerű zenekar, illetve a Delta, amelyik ugye számomra is meglepő volt, hogy mennyire népszerű és mennyire ismerik Magyarországon, és hát tulajdonképpen, ahogy ők is mondták, ők sem bulit rendeztek, bulit tartottak, hanem koncertet adtak. Élő koncerttel készültek ők is, rendesen hangszerekkel jöttek, technikával jöttek, mint ahogy a más nagy zenekarok, úgyhogy igen, mondhatni kettő lett. Az eredeti terv is ez volt, azonban ott ugye a Republik került, tehát ő volt az egyik, aki teljesen másnapra is került emiatt, de a Delta igazából a saját időpontjában maradt az eredeti tervekhez képest is. Egy ideje látom a Facebookon, meg különböző internetes felületeken a Delta zenekart, és akárhol léptek fel, óriási népszerűsége, ország, gyertek, tehát a nézők, most már van egyfajta rajongótábor a zenekarnak? Először is sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és hát, hogy rajongótábora van-e a zenekarnak, azt mondhatjuk, hogy igen, vannak nagyon kedves emberek, akik akármerre járunk, jönnek utánunk, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk, hogyha látjuk őket a közönség soraiban feltűnni, és buliznak velünk együtt.
Elég széles a repertoár, tehát 60-as, 70-es évek hazai sláger, hazai külföldi slágereket is játszottok, vagy csak magyarokat? Nagy rész magyarokat, de előfordul külföldi dal is, igen, persze. De benn van a repertoárban akár a mai rap korszaknak a zenéje is, ha jól láttam. Ez így van, igen. Hát amit a közönség szeret, azt mi is szeretjük, és igyekszünk kielégíteni a közönségünket nyilván zenéleg. Ez a show, ez egy tervezett dolog, vagy pedig néha adhok jelleggel érkeznek olyan dolgok, amiket produkáltak a színpadon? Nem szoktuk egyébként ezt tudatosan tervezni, mert mondanám, hogy tényleg nem szoktuk, hanem ez így mindig buli közben alakul, és a következő fellépésre mondjuk ezt alkalmazzuk. Tehát mondhatnám azt, hogy spontán jönnek ezek a dolgok. Sok energia van beletéve, igen. Tehát szokták mondani a nagy legendás humoristák, hogy a könnyű műfaj az nehéz műfaj, hogy azért sok gyakorlás van emögött, és hogy azok a bizonyos dalok, énekrészek, hülyéskedések, azok tényleg könnyedek legyenek. És vannak spontán dolgok, de azért van, amit nagyon ki kell gyakorolni. Mekkora repertoárral érkeztetek ma ide Bábolnára? Saját dalokkal mindenféleképpen érkeztünk, mert még nem voltunk itt, még nem adtunk itt koncertet, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fogadják a saját dalainkat. Igen, melyek azok? Milyen fogadtatása volt máshol a saját daloknak? Hát most, hogyha azt mondod, hogy szerénytelenül, hát azt kell, hogy mondjam, ha beszéltek így a zenekar nevében, hogy nagyon nagy sikere volt, ami számukra nagyon megható volt, és nagyon jó érzés, hogy a saját dalainkat éneklik. A saját dalok stílusát tekintve hova sorolhatók? Én mindig slágeresnek határozom meg őket. Tehát, hogy dallamos, slágeres, nem világ megfejtős, mindenki számára, saját magunk számára is érthető saját dalokat komponálunk, írunk. Itt a kertai! Zene, ritmus, láz, táz, zene, tempó, erő, táz, zene, ritmus, láz. Tüvörög a lábunktól a föld, tüvörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus, láz a fel, a szívedet orrá lesz a láz. Tüvörög a lábunktól a föld, tüvörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus, láz a fel, a szívedet orrá lesz a láz. Azért óriási szerencse, hogy tényleg sikerült a Republikot idehozni Bábolnára. Most már, ha jól emlékszem, harmadik alkalommal adtak koncertet, és hát kitettek magukért, hiszen látványelemekben gazdag volt a koncert. Ezért is kellett egyébként az, hogy szabad téren tartsuk. Hiába mondták sokan, hogy jó lett volna a sátor, ezt nem tudtuk volna kivitelezni a pirotechnikai elemek miatt. De igen, tehát hogy ez egy nagyon látványos, mind a tűzcsobák, mind a konfettik, a hóágyú, minden egy nagyon látványos showt adott. Hamarosan 35 éves lesz a zenekar. Gondolom, hogy erre már azért javában folynak az előkészületek. Ugye ez februárban lesz. Ahogy úgy közeledik a dátum, ugye ez a 35 éves jubileumi koncert lesz az MVM Domba, hogy közeledik a dátum, most már tényleg azon, hogy most már teljesen a nyakamba szakadt ez a történet, mert ugye mindig a fiúk azt mondják, hogy jó, de te majd tudod, de te majd állítsd össze, te meg írd össze. Szóval most már dalsorrendet kell írnom, mert hogy ugye ahhoz 4 hónapunk van rá, vagy 4 hónapunk lesz rá, ugye október, november, december, január, hogy ezeknek a daloknak a vizuálját elkészítsük, meg mindenféle dolgokat, ahol megtervezik a fénytechnikusok, hogy nézzen ki a dolog, mert most már nem azt a világot éljük, de ezt gondolom azért tudod, meg szerintem a nézők is tudják, hogy a zenekar felugrik a színpadon, mint a megboldogult 70-es, 80-as években, és örültünk neki, hogy eljátszottak jól egy-két dalt a régi barátaim, szóval most azért már oda kell tenni magunkat. Ráadásul egy ilyen MVM Dom azért is egy ilyen furcsa kihívás, mert ugye mindenki baromi nagy trúvájt akar csinálni, és egy idő után egyébként őszintén megmondom, nekem ugye ebből így kezd egy kicsit elegem lenni, tudod, hogy a látvány helyenként sokkal több, mint a tartalom. De azért igyekszünk, tehát lesz azért olyan meglepetés, itt most az öltözőben az Erika mutatta a menedzsünk, lesz olyan meglepetés, ami nem beszélhettek, egyébként őszintén megmondom, mert aláírtunk egy titoktartási fogadalmat, ami olyan, ami állítólag Magyarországon még nem volt,
és majd történik valami olyan a színpadon, amit eddig itt még nem csináltak. Én találtam ki. Az Erának mondtam, hogy valósítsa meg, és azt mondta, hogy megvalósítható, úgyhogy majd aki ott lesz, az meglátja. Ugye említetted a dalsorrendet, dalokból pedig aztán van bőven, 35 év termése, az mennyi? Tudod fejből? Nem tudom, mert ugye amióta a Laci meghalt, a három lemezt megjelentettünk már ő utána, és meg azóta is írtunk, amióta megjelent az utolsó albumunk 2019-ben, azóta is megjelentettünk egy csomó dalt. Úgyhogy nem tudom, hogy hány dalt írtunk, de visszatérve a dalsorrendre, ez nem egy olyan egyszerű történet, mert az például az amit ezen a nyáron játszottunk, azt úgy körülbelül úgy kitalálja az ember fejből, hogy hogyan kéne megcsinálni, és a színpadon kiderül, hogy lehet, hogy akad valahol a történet, és akkor úgy meg is borulhat a koncert hangulata. Tehát azért ezt nagyon át kell gondolni, hogy melyik dal melyik után következzen, hogy hangulatilag hogy épül fel egy koncert, és a végén, mint ahogy egy jó filmben, egy katartikus élményt tudjunk adni a nézőknek és magunknak. Ez nagyon fontos dolog, és úgy jöjjünk le a színpadról. Tehát most akosgattam a fejből össze a dalokat. A mai bábolnai két órába mi fér bele általában ilyenkor a legnagyobb... Egy zsarolás, a mai két órába mi fér bele, igen? Igen. Inkább a régebbi slágereket adjátok a közönségnek, vagy pedig azért belecsempésztek ide is újabb számokat? Hát nézd oda, ezekkel a dolgokkal óvatosan kell bánni. Annak idején csináltunk a negyedik albumunknál a Sotén, akkor még volt Soté, ugye voltak egyetemi klubok, csináltuk olyat, hogy akkor a negyedik album lemez bemutató koncert, az nyilván az egy bukás. Tehát amikor az emberek eljönnek és csak új dalokat hallanak, az nem oké. De azt hiszem 3-4 olyan dalt be fogunk ma este rakni, sőt biztos, hogy berakunk. Még nem tudom, hogy a negyediket berakjuk el, az még nem jelent meg, annak most lesz majd csak a premierje a rádiókban, hogy október van. Készen a videoklipe, meg a dal is le van adva már a kiadónál, és mindig kérdezik, hogy mikor jelenjen meg. Azt nem tudom, hogy azt a dalt eljátsszuk-e ma, de 3 olyan dalt biztos, hogy játszunk, ami már az új korszaknak a dalai, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy két órás, 1:50, két órás koncertbe körülbelül olyan 20 dal fér bele, körülbelül, tehát nálunk általában, és ha abból azt nézzük, hogy 3, akkor az már több, mint a 10%-a, ami úgy, de természetesen hogyne a régi dalokat. De azt, hogy játsszuk ezeket a régi dalokat, ez nem a közönség igénye, hanem ez a mi belső igényünk is. Vannak dalok, amiket áthangszereltünk, sőt az MVM Domba is lesz olyan dal, ami régi dal, csak már azt a köntös szerintem kinőtte, ami eredetileg benne volt, és akkor ezt áthangszerűjük, átcsináljuk, a szövege megmarad, nyilván a dallam és énekdallam is megmarad, csak másképp fogjuk játszani. Ma este is lesz ilyen dal, ami másképp szólal meg, mint ahogy régen megszólal, de a közönség már így szerette meg. Mondd el, hogy szeretem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell, csak ez, csak a napra nyugjon. Simogasson a szél, simogasson, ha csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalál, szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár a tő. Semmi más nem kell, hopp, csak a... Ezen a napon még egy tűzijátékra is sor került. Hát a tűzijáték az igen, az eredeti tervek szerint hosszabb lett volna. Sajnos volt egy kis technikai malőr, emiatt félbe kellett szakítani. A tűzijátéknak az üzemeltetőjével felveszik a kapcsolatot, és próbálunk valami kompenzációra jutni a jövő évvel kapcsolatban. Azért, hogy gondolom, azért, hogy színesítsétek a programok sorát, egy diszkó zárta DJ Bóli valaki, szintén egy nagyon ismert figurája a bulis műfajnak. Sokan szeretik, népszerű, igen, és a Deltával is rengeteget zenélnek együtt, így igazából nekik egy összeszokott csapatuk van, úgymond már. A buli az nagyon jól sikerült a Deltánál, és ezért levezetésnek kellett még oda valami, mert nem lehetett volna úgy elengedni az embereket haza, hogy nem volt semmi.
Úgy hallottam, hogy nem is nagyon akartak hazamenni, tehát azért ők még folytatták volna hajnalig. Ez minden évben így van, mi is hosszabbra terveztük, de az átszervezések miatt sajnos nem tudtunk annyi zenekart hozni, meg annyi fellépőt, mint az eredeti tervekben lettek volna. Szombati nap délelőttje a gyermekeké volt, ide is számtalan programot szerveztetek, főleg olyanokat, amelyek lekötik a gyermekeket, illetve olyan játszóparkot, játszóházat, amely természetes, inkább ilyen népies jellegű játékokból állt. Birgonckodó játszópark már másodszor jött hozzánk, de mondhatni ugyanazzal a népszerűséggel. Bár az időjárás ugye egy kicsit azért csöpörgött szombat délelőtt, ehhez képest azért elég sokan voltak ott is, mint ahogyan a Láda vasútnál is, akik már évről évre visszatérőek. Mellettük a helyi szolgáltatók voltak, ugye ismét a homokkép készítés, arcfestés, csillámtetkó, lufi hajtogatás, kézműveskedés a szivárványkölyök kuckóval, és Müller Anita készült ciripelővel, ahova szintén az időjárás miatt egy kicsit kevesebben, de azért érdeklődéssel jöttek oda is. Kocsról érkezett Karsai Anita, illetve most egy segédje, mert az átszervezés miatt ő személyesen nem tudott részt venni, de az unokahúga eljött és megtartotta most már szintén második alkalommal a gipszfestést, és idén készült virágtartókkal is hozzánk. Gyermekprogramok ezzel még nem zárultak le, hiszen itt is volt egy nagyobb koncert, ezúttal Kalap Jakab érkezett. Mint kiderült, azért egy nagyon népszerű gyermekzenekarról van szó, ami tulajdonképpen családi alapon működik. Gyerekek és felnőttek is nagyon élvezik, tehát nem csak a gyerekek örülnek neki, nevetnek rajta, hanem tényleg az összes szülő is, nagyszülő is, akik kint voltak, ezt ugyanolyan lelkesedéssel élvezik még sokadik év után is. Indul a part és mindenki tapsol, mindenki tapsol. Buli van mától, mindenki tapsol. Emeld a kezedet, meg emeld a lábod, mindenki tapsol. Hajnalig tart a dínom dánom, mindenki tapsol. Indul a part, mindenki tapsol. Ahogy mondtátok, a színpadon Apacuka helyett Kalap Jakab, de azért itt most már minden évben visszatérő vendégek vagytok Bábolnán. Mi történt veletek egy év alatt, hiszen egy éve voltatok itt utoljára? Hát egy év alatt nagyon sok minden történt. Egyre több saját szervezésű bulit csinálunk, ilyen művelődési házas és ilyen dolgok, és készülünk egy új nagylemezre, annak a dalait csináljuk, akkor készülünk jövőre egy nagy dobásra, amit még nem akarunk elárulni, meg rájöttünk, hogy mostanában elhanyagoltuk a videoklippeket, és most tettünk egy fogadalmat, hogy minden hónapban egy videoklipet megcsinálunk, úgyhogy folyamatosan azon dolgozunk, hogy kitaláljunk valamit, meg valami, tehát hogy az ígéret szép szó, és mi próbáljuk megtartani, úgyhogy most jönnek ki folyamatosan a videoklipek. Hát óriási a rajongótábor, és mondhatom, hogy nem csak a gyerekek éneklik a dalokat, de a szülők is kívülről fújják, ezek nyilván a videoklipeknek köszönhetőek. Hát igen, és szoktuk is mondani, hogy elnézést kérünk a szülőktől.
Igen, hát a gyerekek a célközönség. Amikor kitaláltok egy ilyen számot, ez közös munka eredménye, vagy van, aki a szöveget írja, van, aki a zenét, vagy hogyan működik? Ugye családi vállalkozás ez. Hát igen, de hát ez úgy van, hogy én nekem így kiugranak ezek a fejemből, és igazából a színpadi előadásban segítenek, tehát abba ott onnantól jön a családi vállalkozás, de természetesen ezek mind letesztett a dalok előtte, tehát hogy a unokáknak eljátszuk, és akkor hogy én eljátszom, és akkor hogyha nem figyelnek, akkor nem hagyják abba a játékot, hogy mi ez, hogy ez valami új, akkor az kimarad, és hogyha meg valamire meg odajönnek, és egyből ugrabugrálnak rá, akkor azt meg az ígéretes kategóriába bekerül, aztán majd meglátjuk. Te meg tudtál maradni gondolatban gyermeknek, hiszen ezek a szövegek, ez a színpadi előadásmód, illetve hát a fiaddal együtt, amit előadtak a színpadon, ez nagyon bejön a gyerekeknek, és nagyon, nagyon ott van, hogy így mondjam. Hát erről csak annyit szeretnénk mondani, hogy ugye 5 gyerekünk van itt, de a feleségem az, hogyha másoknak mondja, akkor ő azt szokta mondani, hogy 6 gyerekünk van. Hát és akkor mondjátok le a következtetést. A struccot futásban le a csapó. Na, gyere, lassú vagy! Egy gazella ugrik, mint ha én lennék. Dájn. Meghív a cebédre egy félelmetes grizzly mellé. Ne menj tovább a szakadékra! Vigyük már a szafariba, hey, kérdám! A szafari lesz nekünk a nagy kapjáról. Boldog már várszon, lérjük is várunk. Robo felünk a keres járunk. Ne érem végen ez a gyönyörű álom. Délután folytatottak a programok polgármesteri megnyitóval, aztán érkeztek a helyi és környékbeli fellépők. Környékbelieket is mi tiszteletbeli helyieknek számoljuk, hiszen mégiscsak nagyon sok bábolnai van, mind a Banai Mazsorett csoportnál, mind a Nagy Igmándi Harmónia Tánc Stúdiónál, úgyhogy őket sem hagyhatjuk ki. Ugye az eredeti tervekben egyel több Mazsorett csoport lett volna, ők még Tárkányról jöttek volna, egy kicsit idősebb csoport, ők viszont ugyanemiatt nem tudtak részt venni, hogy máshol volt már fellépésük. De cseperedők azok mindig itt vannak velünk, a Dancing Queens is most már második éve, a zumbások, a dance fitnessesek, illetve tényleg a szenior táncosok is, akiket most már 5 éve köszönhetünk a helyiek között. Kevéssé ismert tánccsoport mutatkozott ma itt be Bábanán a Kukorica Fesztiválon. Mit kell tudni rólatok? Mit lehet tudni rólatok? 2023-ban, szeptemberben alakultak meg a lányok. A 4 nagy lány már a Tárkányi Szivárvány tánccsoportban kezdte meg a munkát. Banán folytatjuk így a tevékenységünket tavaly óta. 3 korcsoportban működünk, most már idén júliusban alakultak meg a mini korcsoportban a gyerekek, és oda is várjuk továbbra is szeretettel a jelentkezőket. Szép népes társaság gyűlt össze, milyen korosztálytól elfel ez a csoport? Igen, a minikor csoport, ők 5 évestől 8 éves korosztályig szerepelnek, aztán vannak kadettkor csoport, ők pedig 8-tól 14 éves korosztályig, és a szenior nagylányok pedig 14 év felettiek. Hogyan működik a Mazsorett? Ez sport, előadó művészet, mi, hova lehet besorolni? Most már hála Istennek Magyarországon a Mazsorett sportként működik, úgyhogy ez nagyon jó öröm a lányok számára, és természetesen előadó művészként is nagyon szívesen szerepelünk, nem csak sportolóként. Ha jól emlékszem, ez valamikor régen úgy működött, hogy utcán felvonulásokkor ezekkel a botokkal, pálcákkal felfegyverkezve, egyfajta indulókra vonultak fel a mazsorettesek. Most már azért, ahogy látom, ez jelentősen átalakult. Igen, régebben ez így volt, most is szívesen veszünk részt szüreti felvonulásokon, úgyhogy ott is meg tudjuk mutatni magunkat induló tekintetében, viszont most már nagyon elterjedt ez a modernebb mazsorett, és inkább ezt az irány képviseljük. Koreográfiákban mekkora teret enged a koreográfusnak maga a mazsorett műfaj? Elég sok mindent meg tudunk engedni, úgyhogy hála Istennek, de a lányok is nagyon kreatívak, és tudnak nekem is segíteni, ötleteket adni.
Mennyire bővülő most ez a társaság? Bővülő természetesen, úgyhogy bátran várjuk a jelentkezőket, akik szeretnének hozzánk csatlakozni. Hol? Kinél lehet jelentkezni? Nálam lehet természetesen jelentkezni. Banána művelődési házban péntekenként 4-től 6 óráig. Tavasszal a gála műsorotokon beszélgettünk utoljára, most itt van ősszel egy fellépés. Ugye egy gála műsor azért egy hosszas előkészületeket, illetve hosszú ideig is tart. Most egy 20 perces fellépést gondolom egész másképp kell összeállítani, hogy a repertoárotokat meg tudjátok azért mutatni, de mégis gyorsan és frappánsan. Hogy működik ez? Igen, hát ugye minden évben az első fellépésünk igazándiból ez a Kukorica Fesztivál, úgyhogy mondhatni, hogy ez egy szezon nyitó nálunk, úgyhogy nem egyszerű dolog, ugye főleg azért, mert nyáron nincsenek próbáink, tehát mindenki ugye hát nyári szünetét tölti, és egy szeptemberben, amikor visszajövünk a próbaterembe, akkor kell felfrissíteni azt a tudást, ami az előző évben volt. Úgyhogy igazából nagyon intenzív próbákkal sikerül ezt megcsinálni, és kifejezetten azt az adott koreográfiát gyakoroljuk mindegyik csoporttal, csak és kizárólag az előtte lévő próbákon, amiket ide hozunk a fesztiválra, mert hogy ez máshogy nem sikerülne egyébként, és ilyenkor ezután tudunk nekiállni az adott tanévben az anyagnak, amit abban az évben tanulunk. Mely produkciókat, melyik csoportjaitokat hoztátok már ide? Az összes csoportunkat, ugye jelenleg 3 csoportban működünk, sajnos, ugye ezt így kell, hogy mondjam, mert ahogy mondtam, sajnos megcsoppant a létszám, úgyhogy össze kellett vonnunk a középsőket, így most ugye aprók, középsők és nagyok így működünk 3 csoportban, úgyhogy mindegyik csoport megmutatta magát most a színpadon. Hogyan tovább, hogyan folytatjátok ezt a tanévet, ugye ti is tanév rendszerben működtök? Igen, így van. Hát ugyanígy a 3 csoport, tehát az apróknak lesznek próbák az óvisoknak, és a középsőkhöz és a nagyokhoz pedig várunk mindenkit szeretettel. Kicsit át kellett alakítani a próbák rendjét egyébként, sajnos egyetemi és egyéb elfoglaltságok miatt, úgyhogy vasárnaponként lesznek most már a próbáink. Ha ez esetleg valakinek eddig a péntek volt a probléma, akkor még egyszer mondom, hogy várunk szeretettel akár a nagyokhoz, akár a középsőkhöz, bárkit, a középsőknek péntekenként lesznek a próbák. Ugyanúgy. Milyen fellépéseitek lesznek, mik a tervek ilyen szempontból? Hát ezt előre soha nem tudom megmondani, mert mindig ahogy érkeznek a felkérések, örömmel fogadjuk őket, és ha összejön a csapat, tehát ki tudunk állni, színpadképesek vagyunk, akkor arra felkészülünk, és mindig van színpadképes koreográfiánk, úgyhogy akkor ezek közül tudunk választani, hogy mit viszünk, vagy mit kérnek éppen. Ha jól tudom, ma is volt egy fellépésetek már. Így van, igen, a középsők Ácson felléptek, a születi felvonulást ők nyitották meg, úgyhogy nagyon ügyesen szerepeltek ott is, majd pedig jöttek ide, és így egymás után 2 fellépést csináltak, úgyhogy lábuk a lappal előttük. Thank you.
a táncstúdiót Nagy Igmándon 1990-ben Somogyi Nézeke Tünde táncpedagógus alapította, azzal a céllal, hogy minél több gyermek megismerhesse a klasszikus balett és modern tánc alapjainak csodálatos világát. Kezdeményezésével, 3,5 évtizedes tevékenységével egy új hagyományt teremtett Nagy Igmánd kulturális életében, a táncművészet ezen ágának magas színvonalú működtetésével. A jelenleg 45 tagot számláló táncstúdió óvodástól középiskolás korosztályig biztosítja a képlékeny test alakítására a harmonikus mozgás tanulást. A foglalkozásokon a gyerekek a fizikai test tulajdonságaival ismerkednek, és mozgásos elemekkel fejlesztik képességeiket a hajlékonyság, tágság, ízületi lazaság területén. A csoportok fejlesztésében az elmúlt években a művészeti vezető mellett volt növendékei Kovács Rebeka és Somogyi Fanni is bekapcsolódtak. Személyiségformáló, közösségépítő, értékközvetítő tevékenységeik közé tartozik a két előadásból álló tavaszi zsongás tanév zárógála műsor, edzőtábor, tehetséggondozás, családi napok, színházlátogatás és kirándulások szervezése. Emellett rendszeres fellépői Nagy Igmánd település kulturális eseményeinek, megyei járási jeles napoknak, rendezvényeknek. A Pávolnai Kukorica Fesztiválon 10 műsorszámmal léptek színpadra. Nemrég beszélgettünk, hiszen szeptemberben kezdtétek el a tanévet, és már is egy komoly fellépésre kaptatok felkérést, hiszen majdnem egy órát voltatok a színpadon. Gondolom, hogy a táncosokat erre most kivételesen nem kellett külön felkészíteni. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát hála Istennek, igen, egy kalap alatt letudtuk az egészet gyakorlatilag gyakorlás szempontjából a gálával együtt. Hát egy picit túlcsúsztunk az 50 percen, de még így is a gyerekek hiányoltak egy-két koreográfiát, amit szerettek volna előadni, mert akkora élet volt és energia bennük. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Számomra ez nagyon fontos egyébként, hogy gyakorlatilag már a 25. Kukorica Fesztivál alkalmával is színpadra léphetett a Tiamo, hiszen annak idején még én is szerepeltem már az első Kukorica Fesztiválon a Tiamo Modern Tánc együttessel. A gyerekek is nagyon szeretik, sajnos nem tudtunk teljes létszámmal megjelenni, ezért a koreográfiákban itt-ott ugye voltak hiányosságok a térformát illetően, de a gyerekek óriási szeretettel készültek, izgultunk az időjárás miatt, ugye azért nem volt annyira kegyes, mert egy picikét fáztak, de nagyon ügyesen megoldottuk, úgyhogy... Ti azért mindig a bőség zavarával küzdötök, tehát van miből meríteni. Ide milyen koreográfiákat hoztatok el? Gondolom, hogy azokat, amelyek a legfrissebbek, vagy pedig régebbieket inkább? Én válogattam, gyakorlatilag próbáltam a pörgősebb koreográfiákat hozni. 5 csoportunk van, úgyhogy nyilván ez a bőségzavar az ebből is ered, mert ha csak 2 csoportunk lenne, akkor nem lenne ennyi elkészült koreográfiánk. Vagy hát igazából az sem annyira biztos, de mindegy, a lényeg az, hogy az újabbakat próbáltuk hozni, illetve mondom a pörgősebbeket. Most egy picikét át fogunk kevezni viszont ebben az évben az akrobatikára, illetve egy kicsit a modern tánc és kortárs táncra, amit én annak idején elkezdtem, de egy időben nem volt annyira igényük a gyerekeknek erre, de most úgy tűnik, hogy a nagy csoportnak van, és már elkezdtük így a nyáron, illetve a tavaly év végén, és tetszik nekik, úgyhogy egy pici stílusváltás is lesz majd, de megtartjuk természetesen a pörgős és mosolygós vonalat. A lepkéknél is behozzuk egy picit az akrobatikát, ugye pörgősebb koreográfiákba, mert ők meg aztán tényleg nagyon olyan csoport. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó kis változás áll a Tiamo ajtajában.
Senior Örömtánc csoporttal léptek fel ismét a Kukorica Fesztiválon. Milyen műsorral érkeztetek? Hát tulajdonképpen most két produkciót fogunk bemutatni, eddig ugye mindig csak egyet-egyet vállaltunk, de mivel a csoportunk az idén ünnepli az 5 éves fennállását, tavasszal csináltunk egy gálát, és tulajdonképpen arra csináltunk egy új összeállítást áprilisra vagy májusra, és ezt az új koreográfiát adjuk elő, de ebből a gálaműsorból, a tavaszi gálaműsorból még egy számot kiválasztottunk, ez pedig a második összeállításunk volt, tehát ez már körülbelül egy olyan 3-4 éve készült. Ahogy látom, töretlenül működik ez a Senior Örömtánc, már ahogy említetted 5 éve, nem csappant a létszám, nagyon kitartóak a hölgyek és az urak, és hát te is kitartó vagy velük. Hát igen, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy olyan lelkesedéssel csinálják a táncot, hogy öröm velük dolgozni. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyon minimális az, amikor hiányoznak esetleg. A legtöbb esetben vagy unokákra kell vigyázni, vagy nehogy Isten pedig egészségügyi problémák adódnak. Hát ugye így, mivel a csoportnak az átlag életkora 70 év fölötti, azt kell mondanom, hogy ez csoda, hogy ilyen kitartóan és tudják csinálni, és bízom benne, hogy még sokáig tudnak táncolni. Ezek szerint elég jól tervezhető a csoporttal való munka és együttműködés. Mik a tervek? Tulajdonképpen nagy terveink nincsenek, mivel ez a Senior Örömtánc mozgalom, ez egy klubszerű működés, tehát ez úgy működik, hogy hetente egyszer összejövünk egy bő órára, másfél órára, vannak kis koreográfiákat, ezeket táncoljuk. Ez ugye mind fizikailag, mind szellemileg, hogy mondjam, fitten tartja az idősebbeket, és ez erről szól. Most az, hogy mi fellépünk, nem csak mi, nagyon sok szenior csoport, az ő vállalásuk. Tehát nálunk is úgy működik, hogy nem kötelező a színpadra lépni, csak aki önként vállalja. Hál' Istennek most a tavaszi gálára mindenki azt mondta, hogy színpadra lép, korábbi műsorainkon nem volt minden tagunk a színpadon. És most is mindenki itt lesz? Így van. Sajnos egészségügyi okok miatt egy tagunk nem tudott jönni, de egyébként rajta kívül mindenki itt lesz. De ő is itt lesz, azt mondta a nézőtéren. Éve beszélgettünk, akkor léptetek fel először itt a Kukorica Fesztiválon. Tavaly is volt egy fellépésetek, és most már stabil tagjai vagytok a helyi és környékbeli fellépőknek. Mi történik veletek? Látom, hogy szép számmal vannak a hölgyek ebben a csapatban. Így igaz, 11-en lépünk idén fel. Valóban tavaly is és tavaly előtt is itt voltunk. Tavaly előtt volt az első fellépésünk igazából. 2011 óta táncolunk már Andrea vezetésével, és 3 évvel ezelőtt volt az első olyan, hogy úgy gondoltuk, hogy kilépünk a komfortzónából, és megmutatjuk, hogy mit tudunk. Bár ez egy amatőr csoport, de nagyon jó hangulatú, egész nyáron át tartó próbáink voltak. Idén is készülünk, ha jól emlékszem, 8 számmal, és lesznek közös számaink, illetve külön is táncolunk majd. Általában a latin táncok, illetve a hip-hop elemei jelennek meg a táncainkban,
és reméljük, hogy tetszeni fog a közönségnek. Hol és milyen gyakran jöttök össze, próbáltok, edzetek, nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni. Igazából egy sokkal nagyobb létszámú csapat szokott keddenként a Lovasiskola tornatermében összegyűlni. Október 7-én lesz most a nyár utáni első óránk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk oda. Egy órán át hangos zene mellett kitombolhatja magát a női, illetve férfi közönség is. Már nem volt még eddig férfi jelentkezőnk, de szívesen várjuk a fiúkat is. És Andrea minden kedden megtáncoltat minket. Vállaltok-e máshol is fellépéseket? Tehát van-e meghívásotok máshová is? Hát a Kukorisza Fesztiválra most már lassan szokásos, hogy jövünk. Eddig léptünk fel Ácson, mivel a társaságból 4-5-en Ácsról járunk át Bábolnára, illetve Csémen léptünk még fel a falunapon. Úgyhogy ez a nyár záró utolsó fellépésünk, és aztán belevágunk az őszi próbákba. Újra híres, ismert fellépők jöttek sorban, szép sorban a színpadra. Chris Rudolf is ilyen gyorsan átszervezett fellépő volt, és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy el tudta vállalni, mert egyébként ő úgy jött Győrből ki, meg aztán ment is vissza Győrbe, úgyhogy így két fellépés közé befértünk neki. Ezután ugye a dobosok jöttek, ők az eredeti tervekben is benne lettek volna, tavaly a brazil táncosok, idén japán dobosok, hogy egy kicsit egy átvezető, hogyha a nagy koncert a mixerel. Ugye most nem volt nagy koncert, úgyhogy ők fel tudtak kerülni a színpadra. Pillanat itt van, a kezedet érzem még, visszahúz és simogat. Most ringos úgy, mint rén, csak nevös rám a kérdés. Ha jól emlékszem, akkor a 90-es évek elején ugye kicsit visszatekinthetünk ugye a múltra. Tini sztárnak indultál, aztán téged, ha jól láttam, azért komoly zenészek is felkaroltak, komoly akkor befutott zenészek, mint például a Szikora Róbert, aztán később a Berkes Gáborral is dolgoztál. Azért nem akármilyen pályafutás van mögötted. Hogy látod te ezt? Milyen korszakokat éltél át? Ez is sziasztok, köszöntöm a nézőket. Való igaz, az egész gyerekkorom ilyen álomszerű volt. Nagyon sokan tudják, hogy azért én gyerekszínészként kezdtem. Persze előtte már a családi zenekarként működtünk, mert édesapám dobos volt, és akkor onnan jött az egész. És 92-3 környékén csinált nekünk egy nagy lemezt a Robi. Az egy nagyon jó időszak volt, emlékszem, folyamatos stúdiózások voltak. Aztán elkezdett mutálni a hangom, és 18 éves koromban kaptam egy szerződést az akkora egyik legnagyobb kiadótól, a BMG Recordstól, és akkor dolgoztam együtt a Berkes Gáborral, és az első lemezem az nagyjából úgy nézett ki, hogy a dalok felét a Gábor írta, és a másik felét meg én, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt velük dolgozni. Emlékszem, hogy még annyit a Berkes Gábor, hogy a mai napig azok a keverések, amiket ő csinált, az még nagyon megállja a helyét, úgyhogy nagyon tehetséges szerzőnek találom. De hát a dalaid is, amiket előadsz, hiszen nagyon sokan énekelték, nagyon sokan eljöttek erre a koncertre, tehát ezek is rendkívül időtállóak, úgy látszik. Igazándiból nagyon szerencsés volt, nem csak ez a mai nap, hanem úgy az egész életem olyan szempontból, hogy azért volt egy felívelő pálya, aztán volt egy kevésbé sikeres időszak, de most azt éreztem az itteni koncerten is, hogy többféle generációval találkozom a legalábbis itt Bábolnán, hogy egészen a piciktől az idősebbekig ismerik a dalokat, és ezt a szülőknek köszönöm, hogy megmutatják a piciknek ezeket a régi dalokat, és úgymond már megy a véráramba ezek a régi retro dalok, de pár évvel ezelőtt készítettem pár új dalt is, ami egészen pontosan 10 dalból 3 igen sikeres volt, például kimentünk a divatból, vagy az egyensúly. Szóval jó ezt visszalátni ennyi idő távlatával is, hogy még mindig szeretik akár a régi dalokat is, meg az újakat is, szóval hálás vagyok.
Többször említetted, hogy szerencsés vagy, de azért valljuk be, hogy emögött egy komoly zenei tudás is van részedről. Ez nézőpont kérdése, igen, én valójában én nagyon gyerekkorom óta tanulok zongorázni, klasszikus zongorát tanultam, picit a jazzbe is belementem, utána 8 évig hajón zenéltem, ott azért rengeteg jazz standardet is kellett játszani, szóval nyilván vannak nálam sokkal rosszabbak, de sokkal jobb zenészek is. Én nagyon szeretek zenélni, és szerintem ezt érzi rajtam a közönség is, úgyhogy, de tény, hogy nagyon sok munka van, meg seggelés ebben, tehát... Mindvégig megmaradt a stílusod, ez a kicsit érzelmesebb, szívhez szóló stílus? Igazániból, ami fontos az, hogy az ember megtalálja magát, hogy miről is... Tehát hogy fontos az, hogy kinek játszik, és hogy ezzel nagyjából azért azonosulni is tudjon az ember. És azért azt megfigyeltem, hogy ami változatlan, az, hogy az emberek azért szerelmes dolgokkal mindig azonosulnak. Tehát, hogy lehet ebből kilépni, vagy nem kilépni, de mindig visszatér hozzá az ember, mert amikor szomorúak vagyunk, azért szerelmes dolgokat hallgatunk. Lehet itt ilyen világ megváltásokról is énekelni, azzal is lehet azonosulni, és persze tök jó, de alapjában a sikeres dolgok azok mindig a szerelemhez nyúlnak vissza. Lehet, hogy nem biztos, hogy igazam van, de én azt érzem a közönségen is, hogy így együtt tudunk lüktetni ezekkel a dalokkal. Szóval azért több, hogy mondjam, egy zeneszerzés az egy nagyon nehéz dolog, mert én nagyon sok dalt írok, és ugye az előbb említettem, hogy sokat kell seggelni, amiatt azt értem, hogy ott ülni a széken és gyakorolni a zongora előtt, és igenis ilyen szempontból egy dalszerzésnél is ez van, hogy hiába van, rengeteget ülök ott a zongoránál, és megcsinálok nagyon sok dalt, de a 20 dalból csak egy jön be, szóval nem egyszerű. Milyen terveid vannak a pályafutásodat illetően? Hát, hogy még mindig a témánál maradjak, az, hogy sikerüljön még azért olyan dalt csinálnom az elkövetkezendő pár évben, ami időtálló. Tehát, hogy azért a hajós korszakom után ugye hazajöttem, és elkészült a Kimentünk a divatból, és azért az nagyon-nagyon sikeres dal volt, tehát az most már ilyen 10 millió körül jár ezeken a videó megosztós portálokon, szóval nekem fontosak ezek a visszajelzések, ezek a nézettségek, mert nyilván más alapján nem tudom leszűrni, hogy mennyire működik a dolog, vagy mennyire működik a dal. Olyan szempontból a mai világban szerencsésebbek az előadók, hogy nincsenek kiszolgáltatva különféle médiumoknak, vagy éppen rádióknak, hanem az igazi tehetség, és azért manapság nagyon sok tehetséges új fiatal van, és ők megtalálják a saját útjukat, ugye a saját, ugye, ez a self-made, vagy nem tudom, hogy mondják, vagy tehát, hogy ezeken a videó megosztó portálokon megosszák, és ha működik, akkor működik. Szóval ilyen szempontból picivel talán könnyebb is, viszont azok a régi előadók, akikhez talán én is tartozom, ott viszont megint más volt, mert akkor én emlékszem, hogy 90-es évek végén talán én voltam az egyetlen szóló előadó, talán még a Sugar Berci volt a másik, de nem nagyon volt. Tehát most nyilván, ha visszamegyünk az időbe, ott akkor rengeteg volt, mert nekem rengeteg nagy ikont szeretek itthonról. Imádom a Bikinit, vagy a Demián Ferencet, vagy akár a Szikora Robit, és még sorolhatnám, mert rengeteg jó előadó volt a 70-es években állunk. Tehát, hogy hihetetlen jó zenéket csináltak, nem véletlen nyúlok vissza én is, akár az Eddához. Szóval remélem, hogy a mostani előadóknak és nekünk is még sikerül majd még olyan dalokat írni, amiket majd 20-30 év múlva is ismerni fognak. Mert ugye a homokba rajzolt az ilyen. Szerelem, szeretem, Isten, hallottam, nekem karcol, daloket nem ezen dúdoljunk, a homokba rajzolt. Szerelem, szeretem, Isten, padukat, nekem karcol, daloket nem ezen dúdoljunk. Do
különleges dobprodukció fog következni a színpadon. Kérem, mutassa be egy picit, mert azt hiszem, hogy Magyarországon nem minden nap látni ilyet. Főleg túlnyomó részt hölgyek előadásában. Igen, mi vagyunk a Taiko Hungary Japán Dob Egyesület. Budapestről jöttünk el ide fellépni a Bábolnai Kukorica Fesztiválra, és nagyon szépen köszönjük a meghívást. Ez a japán dob, ez ugye japán eredetű, itt szokott lenni egy apró félreértés, hogy azt gondolja a közönség, hogy majd japánok jönnek dobolni. Magyarok fognak dobolni, de japán dobokon, meg japán darabokat fogunk előadni. Ez Magyarországon több évtizede jelen van, a mi egyesületünk már 12 éves, és nálunk lehet ezt a dobolást tulajdonképpen tanulni, és majd most meg fogják tudni nézni az itt lévő nézők, hogy hogy is néz ki ez a japán dob. Igen, gondolom, hogy ez nem csupán zenei élmény lesz, hanem azért látványában sem lesz akármi. Nem, itt majdnem minden darabhoz van egy elég erős koreográfia, szóval majd lehet látni, hogy ez egy ilyen jó kardió mutatvány is, de nagyon szórakoztató mind csinálni, mind nézni, és ugye az is fokozza a látványt, hogy együtt mozgunk a zenére, amit mi kreálunk, úgyhogy elvileg ez nagyon szép szokott lenni. Önök vagy ön hogy talált rá erre a műfajra, erre a dob műfajra? Van egy együttes, a Yamato, ők japánok, és évente, két évente szoktak Budapestre jönni ugyanilyen taikót dobolni, és én egyszer láttam az ő fellépésüket, és akkor rákerestem, hogy lehet-e ezt itt Magyarországon tanulni. Elmentem egy órára, egy kezdő órára, és ott ragadtam, nagy szerelembe estem, mert ez egy nagyon szórakoztató valami, ez a japán dobolás, nagyon jó stresszlevezető, hiszen majd látni fogjuk, hogy ilyen vastag ütőkkel lehet a nagy dobokat ütni teljes erőből, illetve nagyon meditatív, mert ugye nagyon kell figyelni a ritmusoknak a tartására, hogy kiüríti az elmét, mint egyfajta meditáció. Úgyhogy nagyon sok nő dobolnálunk, de férfiak is vannak, csak úgy nem szeretnek annyira fellépni, inkább horgászni szoktak menni ilyenkor, úgyhogy most főleg nők jöttek dobolni erre a napra. Az önök együttesében alapvetően mindenki ütőhangszeres volt, vagy pedig ezzel a hangszerrel kezdte a pályafutását? A legtöbben nem rendelkeznek zenei előképzettséggel, hanem csak egyszerűen eljöttek egyszer dobolni, és itt ragadtak. Ugye nem szükséges el semmifajta előképzettség, mert egyfajta táncként tanítjuk be a koreográfiákat, és akkor a zene az meg ehhez fog kapcsolni ugye a mozdulatokhoz. Egy-két olyan ember van, akinek van zenei tapasztalata, például szoktak dobosok is eljönni, hogy egy másfajta dobolást kipróbáljanak, de nem ez a jellemző, úgyhogy ez abszolút hozzá nem értő emberek fognak nagyon sok gyakorlás után előadni valami fantasztikusat. És akkor mutassuk meg, hogy hogyan kell itt mulatni Bábolnán. És akkor az első nóta szóljon mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretettel. Figyelj! Nélküled az élet gyötrelem, nem viselem el csak részegen, nem segít a valók szívem dobban. Kis mulatóssal folytatódott, szintén széles körben ismert előadó érkezett, akit mondhatom, hogy még a büfések, pincérek is énekeltek. Rostász Szabikát nagyon sokan ismerték, igazából mi is úgy találkoztunk vele, hogy a Budapest Parkot ő már megtöltötte. Én nem ismertem előtte a nevét, de amikor mondtuk, hogy ő fog jönni, akkor mindenkinek felcsillant a szeme, úgyhogy számomra is ez egy meglepően nagyon népszerű fellépő volt. Nélküled az élet gyötrelem, nem viselem el csak részegen, nem segít a valók szívem dobbanása sem. Nélküled az élet gyötrelem, nélküled az élet gyötrelem,
nem viselem el csak részegen. Nem segít a valóbb szívem dobbanása sem, nélküled az élet gyötrelem, de csendes téli eső. Fáradt hopp, hely, álmodozni, te rád várni, hát hiába, mert nem jössz el. Álmodozni, te rád várni, hát hiába, mert nem jössz el. Na még egyszer, nélküled az élet gyötrelem, nem viselem el csak részegen, nem segít a valóbb szívem dobbanása sem, nélküled az élet gyötrelem, nélküled az élet gyötrelem. Viselem el csak részegen, nem segít a valóbb szívem dobbanása sem, nélküled az élet gyötrelem. Krisz Rudihoz kapcsolhatnánk Csordás Tibort is, aki a Fiesta frontembere volt, illetve hát a Fiesta együttes tagja volt. Ő is a 90-es évek elejéről érkezett most hozzánk, és ugyanazt a stílust folytatta a színpadon, és még ma is ő is nagy népszerűségnek örvend. Krisz Rudolf mellett ő volt nekem a másik, aki egy kicsit nosztalgikus volt, mert valóban az én gyerekkorom nagy fellépője volt, és ugye ő is most rendesen technikával jött, felszereléssel, úgyhogy mondhatni, hogy ő is egy élő zenét adott nekünk. A stílusát azt hozta, a dalokat, azokat ismerős volt mindenkinek, úgyhogy szerintem ő is egy nagyon jó választás volt, még hogyha őt is így az utolsó pillanatban tudtuk csak bezsúfolni, hogy meglegyenek a fellépőink. Éreztem többé, már nem tartom a karomban. Még vártam egy percet, és a nyári zápor lassan elmossa a lépteink. Kezek, hatásra menjen vagytok? Figyelj, csak! Gondolom, hogy a latinos stílussal érkeztél ide Bábolnára, hiszen valaha ez volt a tied, ezt találtad ki, és ezt üzted nagyon magas szinten a Fiesta zenekarral, együttessel. Gondolom, hogy ezt folytatod ma is. Persze, természetesen. Hát most már, nem is tudom, most már több ideje vagyok egyedül, mint amennyit együtt töltöttünk a Tomival, de hát azóta is ugyanezen az úton vagyok, úgyhogy természetesen ma is azokat a dalokat hoztuk, amelyeket a közönség a legjobban ismertődik. De azért foglalkozol új dalok szerzésével is, tehát gondolkodsz ilyenben is? Abszolút, sőt azóta nekem jelent már meg saját szólólemezem is, de pont ma beszélgettünk egy másik műsorba erről, hogy ez a víz, hogy valahol jó is, hogy annyira szeretik az emberek a régi dalokat, hogy nagyon nehéz belerakni ebbe a műsorba valami újat. Ettől függetlenül, mondom, készült lemez, meg a lemezen kívül is vannak videoklipjeim, de nem nagyon tudom belesűríteni a programba ezekbe a 40-45 perces blokkokba. Úgyhogy ma is az alapja a régi daloknak lesz, de azért egyet megpróbálok megint belecsempészni. Ugye a régi számaid, azok gyakorlatilag lehet mondani, hogy örökzöldekké váltak. Mi lehet ennek a titka, a zene, a szöveg, ennek az egyvelege, a latinossága, elég sok ismérve lehet egy-egy dalnak, de ugye ebből neked számtalan van. Hát nézd, a latin zene az alapvetően a táncról és arról szól, hogy az ember érezze jól magát. Ez szerintem remekül passzol a magyar embereknek a lelkületéhez. Illetve meg hát valóban a szövegek olyanok, hogy szerencsésebb vagyok szerintem mondjuk, mint a Gangsta Zoli, aki ahogy idősödik, tudod, ezek a szövegek már nem biztos, hogy annyira olyanok, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Nekem viszont, hál' Istennek, bár nem volt tudatos, sikerült olyan szövegeket kitalálni, amik így gyakorlatilag kortalanok, mert hogy
minden korosztály tudja fogyasztani. Úgyhogy szerintem ennek a kettőnek az elegye lehet az, ami idáig vezetett. Mi foglalkoztat manapság a szakmán belül? Hát most van egy ilyen másfél éves víziónk, túl sok mindent még nem tudok erről elmondani, de szeretnénk jövőre egy komolyabb showval előrukkolni a mélyen tisztelt publikumnak, úgyhogy ezt tervezgetjük és így babusgatjuk ezt a gondolatot. Egy kis taps az Zolikának. Különleges Kukorica Fesztivál vége felé járunk, hiszen nagyon nehezen jött össze, itt az időjárás azért komolyan közbeszólt, de azt hiszem, hogy itt, hogyha már a végén szeretnénk egy kis végkövetkeztetést vonni, akkor azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Igen, hát nagy megkönnyebbülés lesz, hogyha befejeződik ez a 25. Kukorica Fesztivál. Ugye nagyon készültünk rá, mert jubileumi Kukorica Fesztivál, de sajnos az időjárás ez nem kedvezett nekünk. A szeptember 2. hétvégét elmosta az idő, a szélvihar, széllökések, minden volt, úgyhogy nagy tisztelet és nagy elismerés a Művelődési Intézmény dolgozóinak, akik másfél nap alatt átrakták a Kukorica Fesztivált a két héttel későbbi időpontra, és sikerült a fellépők nagy részével megegyezni, hogy némi időpont módosításokkal, de körülbelül ugyanazzal a Kukorica Fesztivál programmal tudtuk bonyolítani most hétvégén a fesztivált. Hát ugye a pénteki két nagy koncert, az hála Istennek ugyanúgy alakult, ahogy eltervezték. Miért pont ez a két zenekarra esett a választás? Igen, hát ugye pénteken eredetileg a Fenyő Miklós jött volna, de sajnos ő az ország másik részében koncertezik most ezen a héten, úgyhogy ő majd jövő évben érkezik, és helyette a Republik került át szombatról péntekre, illetve a Delta, akinek hatalmas kísérő, illetőleg tábora van. És szerintem ez mind a kettő nagyon jól sikerült, meg utána a diszkó is. Aztán ma délelőtt ugye egy kicsit ugyan rosszabb idő volt, de a gyerekek szerintem nagyon jól érezték magukat, nagyon sok program volt nekik, és Kalap Jakab zenekarnak a műsora az meg szerintem még a szülőket is rendkívül jól szórakoztatta. Hát a délután is aztán úgy sikerült, ahogy akár el is lehetett volna tervezni, az időjárás kegyeibe fogadta a szervezőket, és minden program flottul rendesen le tudott bonyolódni. Igen, hát délelőtt volt egy kis csepergés, de aztán délutánra kisütött a nap is, úgyhogy egy kicsit talán melegebb is lett. Hát tény, hogy szeptember végén már az esti órákban, így 10 óra környékén már nem a 20 fokok és a 25 fokok dívnak, hanem sajnos most már hűsül a levegő, de hogyha megnézzük, itt mögöttünk azért elég nagy tömeg bulizik még, és szerintem bulizni is fog még a
Regán Lili és a Voksán Virág diszkójára is, úgyhogy ők szerintem ők fogják zárni. Aztán reméljük, hogy jövőre majd jobb idő lesz szeptember a második hétvégéjén, és még többen leszünk. Ismét akkor jó helyszínnek bizonyult a szabadidőparknak ez a területe, de tulajdonképpen az egész szabadidőparkot birtokba tudják ilyenkor venni a Kukorica Fesztivál résztvevői. Igen, szerintem a szabadidőpark az önkormányzat legjobb projektje volt a 2019-24-es időszakban. Itt egy 9 hektáron egy olyan terület valósult meg, ami mindenki megtalálja a maga szórakozási lehetőségét a futópályával, a teniszpályával, a koncerthelyiséggel, és ehhez kapcsolódik ugye a fürdő területe, ahol még sok egyéb más szórakozási lehetőség kiegészíti a szabadidőparkon, és véleményem szerint ez az elkövetkezendő időszakban, elkövetkezendő években még tovább fog bővülni, plusz további szolgáltatásokat fog az önkormányzat majd itt biztosítani. Itt a beszélgetésekből már hallottam, hogy elkezdték tervezni a jövő évi Kukorica Fesztivált annak tükrében, hogy itt milyen fellépők voltak. Igen, hát egyrészt ugye a Fenyő Miklósnak biztos, hogy lesz jövő évben koncertje, és már lakossági igények megfogalmazódtak Anita, a Katona Anita és a kolléganője felé, úgyhogy várjuk a lakosságnak a felvetéseit, lakosság ötleteit a 26. Kukorica Fesztivál tartalmára, mert elkezdik már most szervezni annak érdekében, hogy a jövő évi fellépőket lekössük, biztos, hogy ide érjenek. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a munkát is már, amit a jövő érdekében végeznek, mert természetesen köszönjük mindazoknak, akik ezt a két napot, illetve 4-5 napot folyamatosan végig dolgozták. Az előmunkálatokat, a Kukorica Fesztivál lebonyolítását elvégezték, és holnap majd bontanak, megtakarítani fognak. Meg köszönjük a sok támogatást is, azt, amit a tombola tárgyakba, illetőleg pénzügyi támogatásba is kaptunk a fesztivál lebonyolításához. Ajándékutalvány a Dizomix Kft. Felajánlásra, köszönjük szépen nekik, és ami tartalmaz, az szállás két felnőtt részére, két éjszakára, a Spa Superior plusz két ágy a szobába, a büfőreggeli vacsora, mindenféle fitness, wellness élmények a Karospába Zalakaroson. Kihúztam a nyertes szelvényt, már itt van a kezemben. A rózsaszín, a halacska, 20-as szelvény nyerte ezt a fantasztikus ajándékot. Éljen, ki ő? Na, ki lássuk. Rózsaszín, halacska, 20-as, gyere, halvány. Gyere, engedjük be. Tapsoljátok meg a nyertesünket, és az ajándék felajánlót is mindenféleképpen. Gratulálunk. Örülünk a hivatal dolgozójának. Egészséggel. Szervény megvan? Azaz, köszönjük hogy? Szépen! Ezt a napot, a szombati napot két ismert és közkedvelt DJ hölgy zárta, akik aztán fergeteges műsort adtak, és úgy láttam, hogy a közönség az táncolt, mulatott, teljes kikapcsolódás volt ez a szombat este, éjszaka. Tavaly két úriember volt, ugye akkor is ugyanez a felállás, hogy egy mai DJ, illetve egy, aki szintén a gyerekkoromnak volt az ismert alakja. Ugyanezt szerettük volna idén is követni, csak hölgyekkel. Így került képbe Regán Lili, aki most már a Rádió Egyen többszörös év DJ-je díjat kapott, és Voksán Virág, aki ugye most már tényleg mondhatni, hogy majdnem egy 20 éves pályafutást tud a háta mögött. Stop them!
Watch me.